Szeretettel köszöntök mindenkit. Azt mondják, hogy egy jó beszéd, akkor jó, ha őszinte. Hát én most nagyon őszinte leszek. Én nekem fogalmam nem volt arról, hogy miért jelölnek engem erre a díjra. Megmondom azt is, hogy miért. Mert, mert hogy én csak egyszerűen állampolgár voltam. Mikor találkoztam a jelölt társaimmal, akkor különösen elbizonytalanodtam annál a kérdésnél, hogy ki milyen szervezetet és ügyet képvisel. Mert hogy én 172 centi magas és 60 kilós szervezetet képviselek, ez tartozik hozzám egyedül, semmi más. És nem értettem. És akkor azt mondták, hogy azért jelöltek, mert bátor voltam. Én meg azt mondom, hogy ahhoz, hogy valaki bátor legyen, hát minimum félnie kell, hiszen félelem nélkül nincsen bátorság. És én nem féltem, én állampolgár voltam azt hiszem, hogy állampolgárnak lenni borzasztóan természetes dolognak kéne lenni. Mindannyiunk számára. Az a helyzet, hogy soha nem voltam annyira szép, most meg elég öreg is vagyok ahhoz, hogy szépségkirálynő legyek. Tehát ezen a ponton én a világbékét mindenképpen elengedtem. Nem célom. Csak addig legyen jó, amíg a karom elér. Annyi a lényeg, hogy ahol vagyunk, ameddig érünk, ott valami jót tegyünk. Semmi több. És én akkor, mikor hosszú-hosszú évek óta agyon rugdalt oktatásban, még egyet rúgtak azzal, hogy alapjogainkat vették el, akkor azt mondtam, hogy hopp, hát akkor polgári engedetlenség, ha ez marad. Tudom, tudom, azóta én már csak egy fegyelmi kérdés vagyok, a miniszter jogi ismeretei szerint, de én ezt nem vagyok hajlandó elfogadni. És hogy miért nem? Azt gondolom, hogy az ember egy közösség része. Nem egy vadmajom csorda vagyunk, ugye Csányi Vilmosnak a hasonlatával, hogy éljek, aki azt mondta, hogy az emberi közösséget azt különbözteti meg a hordától, hogy a páviánok ott hagyják a sérült egyedeket, hogy majd a hiének elintézik a maradékot. Az ember viszont, ha valaki megsérül, itt van egy csomó társunk, aki ezt bizonyította, ha segítségre, segítségre szorul, akkor odaáll mellé átveszi a zsákját, akár őt magát is a hátára veszi, és segít rajta. Szerintem ez a helyes magatartás egy ember részéről. Valamikor azt hiszem, a civilizációnk, a kultúrán kezdődött el azzal, hogy valaki megsegítette a társát. Bekötözte, ápolta, és nem hagyta, hogy a természet elvégezze a dolgát, és oda És ami még szomorúbb, hogy azt tapasztalom, hogy az alkonya a civilizációnknak és a kultúránknak jelen pillanatban az a jog, amit azért kellett létrehozni, mert már nem voltunk elég jók egymással. Ezért van szükségünk jogra. Mert egyébként már nem biztos, hogy a szavunk igaz lesz. És ez borzasztó. Minden jogásztól most kérek elnézést, bocsánat. Abban a pillanatban, hogy a jog bármit megtehet morál nélkül van egy nagy katarzis élményem, Brünnhilda Pomzel emlékiratait olvastam, nem esztitikailag, tehát irodalmi értékét ne nézzük, de pszichés értéke nagyon nagy van. Brünnhilda Pomzel, nem tudom ki tudja ki volt, göbbe titkárnője volt abban az időben egy bájos, tündéri fiatal lány semmi mást nem akar csak élni. Valahogy a mindig változó jogszabályok szerint haladni, haladni előre. Szép ruha, jó állás, azért hagyjusson elbulizni, fiatal volt, gyönyörű. Észre se vette, hogy közben a barátnőjét már elhurcolták, mert a zsidó volt. És állította, hogy nem vesz észre végig, hogy ő göbbelsz mellett titkárnő. Hogy juthatunk idáig? Hogy lehetünk ennyire vakok a jogra? Mikor kell azt mondani, hogy állj, elég volt? Mikor vesszük észre magunkat? Én mikor elmentem egyedül polgári engedetlennek, mikor reggel beállítottam és közöltem, hogy akkor én holnap nem jövök dolgozni, illetve jövök, de nem vagyok hajlandó dolgozni, akkor ezt próbáltam jelezni, hogy én elértem arra a határa, amikor úgy érzem, ha tovább engedem, akkor ez nem lesz visszafordítható. És eljutottam oda is, hogy újra polgári engedetlen voltam, most szeptemberben, amikor nagy örömmel állapította meg, hogy azért már sokkal többen csatlakoztak más-más helyekről, hanem is az iskolámból. Mert nem értettem azt, hogy mikor másodikán a gyerekek kimentek tüntetni, akkor hétfőn hogy nyithattak ki az iskolák. Mi kell kis daraboljuk a gyerekeinket ízenként, akkor majd azt mondjuk, hogy nem, nem, ez mégse oké. Okay. Ezt kéne végiggondolnunk ha az oktatásra gondolunk. De ezt kéne végig akkor, mikor el akarunk menni az egészségügybe valamilyen ellátásért, és több hónapos határidőt kapunk. Ezt kéne végig gondolni akkor, mikor azt mondják, hogy a tűzoltó azért szeret dolgozni, mert imádja az adrenalin fröccsöt. Valahol valami nincs rendben. És ezt most nekünk nagyon erősen észre kell vennünk. És ezért nekünk ki kell állni. Én nem szervezek semmit. Én mutatom a példát. Azt gondolom, hogy semmi mást nem tudunk tenni, mint példát mutatni. Az emberi társadalomnak az egyik nagy értéke, nagyon nagy kincse a szolidaritás. A gyerekeknek szoktam ezt magyarázni, elmondom már is. Azt mondom, hogy képzeljék el, hogy a társadalom egy test. És a különböző csoportok, azok egyes részei, most hazabeszélek, bocsi, a szív mondjuk a tanárok, jó? A pedagógusok, nem csak a tanárok, óvónők is ide tartoznak. Tüdő mondjuk legyen az egészségügyé. Az agy, az irányító központ legyen a politikusoké. Oké, nem fogok agyi katasztrófákról beszélni, megígérem. Pedig lehetne. És így áll össze a testünk. És ha valamelyikkel baj van, akkor mit teszünk? Nézzük tovább a testrészeinket. Hogyha mondjuk beállítom anyagi helyzete szerint a társadalom csoportjait. Azt mondom, hogy mondjuk a mély szegénységben a problémások legyenek a karom. És akkor dönthetek, hogy baj van, akkor ott segíteni kell, ha ott betegek az emberek. Ha ők nem tudnak élni, nem tudnak élni a jogaikkal. Ha azért, mert valamithez nem értenek annyira őket, elnyomjuk, akkor így gyógyítani kell. Ez az egyik módja gyerekek, a másik mi. Hát levágom, Nincs vele gond. Tüntessük el. Borítsuk be őket az árokba. Ne a szélére, ott látszanak. És abban a pillanatban félkarral fogsz élni. Vagy fél lábbal. Vagy mindig éppen úgy, amit levágunk magunkról, mert hogy kolont. Föl kell fognunk, hogy a társadalom így egész, ahogy vagyunk. És ebből kell tudnunk előrelépni. Ez nagyon fontos. És én ezt próbálom azzal bemutatni, amit csinálok. Még akkor is, hogyha nekem fenyegető leveleket írogatnak, amiket én rendre megválaszolok, és megpróbálom elmagyarázni, hogy fordítva ülünk a lovon. És ma már ez elhangzott, hogy nem mi vagyunk a politikusokért, hanem ők vannak értünk. Aki vezető, az irányítsa az országot jól, és viselkedjen ehhez méltóan. Hallja azt, amit mi mondunk, és ne fordítsa ezt vissza. Mivel tanár vagyok, igazából nem beszélni szeretek, hanem tanítani és demonstrálni. Úgyhogy, ha én megkérhetem, akkor csináljunk fényt a teremben. Legalább egymást is látjuk. Lehet ilyet kérnem? Ó, oh, szuper. Jaj, de jól látok mindenkit. Ez egy nagyon nagy élmény. Köszönöm. Azt szeretném kérni, hogy aki az oktatásban vesz részt, tehát ott dolgozik, vagy ott tanul, az álljon föl. Aki tanul, vagy dolgozik. Na, a tanulás is munka egyébként tegyük hozzá. Nézzetek körül, nézzenek körül. Köszönöm szépen, üljenek le. Most azt kérem, hogy álljon föl az, aki az egészségügyben dolgozik. Van-e itt olyan, aki az egészségügyben dolgozik? Álljon föl az, aki valamilyen fegyveres testületnél dolgozik, honvédség, rendőrség, Wow. Akkor kiválasztom azt a csoportot, akinél legtöbben álltunk most föl. Álljon föl még egyszer, legyen szíves az, aki az oktatásban vesz részt, aktívan ott dolgozik, ott tanul, vagy pedagógus. Nincsenek túl sokan, úgy látszik, ugye? Nincs is olyan túl sok tanárdiákkal együtt, már azért annál többen vagyunk. Most azt szeretném kérni az ülőktől akinek bármi köze van, úgy érzi az oktatáshoz. Például a gyereke oda jár, vagy a felesége pedagógus. Aki úgy érzi itt a jelenlévők közül, hogy köze van az oktatáshoz, álljon föl. Wow. Nagyszerű. Akkor most, ha már így vagyunk egymás mellett, akkor arra kérem azokat, akik az oktatásban vannak, hogy így Mondják már el, hogy nincs hatalmat fölöttem. Ah, hatalmat Most arra kérem azokat, akik az oktatásban vannak, hogy egy picit próbáljanak meg hangot adni neki, adok egy ritmust hozzá, hogy nincs hatalmat fölöttem. Nincs hatalmat fölöttem. Most arra kérem, hogy azok, akik úgy érzik, hogy van köze az oktatáshoz, van közük az oktatáshoz, mondják velük együtt, hogy legyen már erősebb a hangjuk. Nincs hatalmat fölöttem. Nincs hatalmad fölöttem. Akik ülve maradtak, azok ugye elképzelhetik, hogy ha nem lenne oktatás, akkor nem lennének mérnökök, nem tudnánk írni olvasni, nem tudnánk számolni. Arra kérem őket is, hogy segítsék meg ezeket az embereket. Adjunk hangot ennek a szolidaritásnak. Nincs. álljon föl, kérlek szépen, mert a szabadság levegőjét akkor érzed meg. Akkor lesz a szíved tele azzal, hogy átélhess, mit mondunk a Manó királynak, ugye? Emlékeztek, ez egy ikonikus film volt. És most töltsd meg szabadsággal a szíved és a lelked. Most képzeld el, hogy valóban te mondod meg, hogy hogyan menjen ez az ország. Valóban a te döntésed az, hogy mi fog történni. Valóban a te akaratod az, hogy jogbiztonságban élj. Valóban a te akaratod az, hogy ha az egészségügyben kell menned, akkor ott meggyógyítsanak záros határidőn belül. És valóban, ha az oktatásba kell részt vennie valakinek, akkor olyan minőségi oktatást kapjon, amivel ez az ország fejlődni fog. Amivel meg lesz a jövője. Ezzel a szabadsággal töltsd meg a szíved, és meg fogod érteni, hogy milyen az, mikor nincs hatalmat fölöttem. Nagyon ügyesek vagytok, köszönöm szépen a demonstrációt!